Mindenki számára könnyen felismerhető ez a színes képzőművészeti irányzat, a pop art. Az 50-es évek második felében született Angliában, de igazi kiteljesedése a 60-as, 70-es évek Amerikájában volt. Elnevezésében az angol popular előtag arra utal, hogy a művészet és a népszerű tömegkultúra korabeli ellentétét áthidalni kívánó mozgalomról van szó. A pop art maga egyfajta popularitással, közlékenységgel, széles spektrumon való megszólítással, megszólítás vágyával született meg. Így aztán redukálja a formákat, helyi értékű színtónusokat használ, egyfajta dekorativitásra és egyszerű közlékenységre törekszik. Megtartja az antropomorfizmust, de lemond a tériségről. Lemond a tériségről olyan formában, hogy a perspektívát alkalmazza. Viszont a síkok segítségével, mintázatokkal, például a rasterpontokkal, vagy a színeknek a tériség érzetét keltő tónusértékével gazdálkodik továbbra is. Tehát eszenciálja az információkat, igazából nem nagy filozófiákat akar megjeleníteni, hanem hétköznapi történeteket, érzéseket, helyzeteket, embereket akar vizualizálni. Közlékenysége, aktivitása miatt a fiatal művészek egyik kedvence ez az irányzat. Ebben a nyíregyházi belvárosi kávézóban látható pop art grafikákat a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézet hallgatói készítették. Az évtizedekkel ezelőtti hagyományos technikát azonban modernizálták. Az eredetiket még úgy csinálták meg, hogy kivágták a sablonokat, stencillel felfújták, és az még a hagyományos rétegről rétegre munka volt, a hagyományos grafikai eljárásokkal. Amiket mi csinálunk, az már az alkalmazott grafikának az eszközei, a Photoshop, az Illustrator használata. A digitális pop art alkotások egy egyetemi kurzus alatt készültek el, mondta a tárlat kurátora a hivatalos megnyitón. A számítógépes ismeret kurzus volt a Vizuális Kultúra Intézeten belül, a Nyíregyházi Egyetemen, és végül is az én ötletem volt ez, hogy valami fajta a Photoshoppal és az Illustratorral valami fajta játékosságot fedezzünk fel. A pop art kiállítás ingyenesen tekinthető meg február 15-ig Nyíregyházán a Café Freiben.